Egy újabb okozzár, igen, srácok, mert egy olyan zárat hoztam el nektek, amiben hatalmas fantáziát látok, egy nagyon jó darabot, és higgyétek el, érdemes megnézni a videót is. Szerintem ez a zár most azokat is meg fogja győzni, akik mindig is szkeptikusak voltak ezekkel az okoskütyükkel, okoszárakkal, egyrészt a bonyolultságuk miatt, másrészt meg esetleg volt bennük egy félelem, hogy mi van, ha bármi gebasz történik egy ilyen kis okoszárral, akkor majd hogy jutnak be az otthonukba, hiszen a kulcs, az a tuti, az a biztos, azzal örökké valóságig be fogunk tudni majd jutni, kivéve persze, hogyha esetleg elhagyjuk, de ezt most hagyjuk ki a számításból, aki eddig a kulcsos zárra esküdött, szerintem ez most meg fogja győzni. És hogy miért? Hát, srácok, azért, mert ezt az okoszárat lehet nyitni kulccsal is. Igen, már ők is beléptek arra a piacra, ahol az okoszárakhoz tartozik egy kulcs is. Körülbelül az okoszáraknak a fele ilyen, amihez, hogyha bármi kötél szakad, van egy emergency, egy pótkulcsod is, egy fizikai kulcsod, amivel ki tudjuk nyitni. Tehát nem elég, hogy négyfajta módon nyitjuk, csukjuk az árat, de még ott van ez a bizonyos, hagyományos kulcs is. Ez a V-Lock-nak a új okozzár, az U81-es, egy nagyon kis szexi okozzár. Na de, nézzük először is ezt a zárat, ami nagyon jövőbe mutató, egyrészt minden tudásának köszönhetően, másrészt szerintem a dizájnjának is. Külsőre szerintem nagyon jól néz ki, rögtön egyértelművé teszi egyébként bárki számára, hogy ez egy okoszár, hiszen van itt egy új lenyomatolvasós rész, az ez a felső, és van rajta egy számgombos rész, az az alsó, és egy pici kis kijelző. Keskeny kialakítása van, majdnem útba van, de nézzétek meg, csak majdnem. Az ár önmagában is jól néz ki, mint okoszár, de bármilyen ajtón is jól mutat együtt, akármilyen szép legyen az ajtó, de ez valahogy mindig passzolni fog hozzá. Szerintem egy nagyon jó kis dizájnt sikerült találni a gyártónak. De mielőtt elkezdeném sorolni a tulajdonságokat, a jóságokat, egyébként mindent meg fogunk nézni a beszereléstől mindenig, azelőtt egy gyors teszt, hogy lássátok, hogy milyen gyorsan működik, és mennyire egyszerű vele bejutni. És ezt a videót most vágatlanul fogjátok látni a bezárástól a nyitásig. Ugye most látszik, hogy nyitva van az ajtó, és akkor zárjuk be. Hogy mennyire egyszerű, random megnyomunk rajta egy gombot a záron, jöhet az új lenyomat, zöld, bezárjuk. Ilyenkor a zár egy pár másodperces türelmet kér, és akkor mindjárt meglátjuk, akkor zárja be véglegesen most, mert most már, mint látjuk, zárva van, és akkor nézzünk egy nyitást, szintén új lenyomattal, ilyenkor forgatható, és már nyitva is van. De menjünk szép sorjában, minden pofon egyszerűen fog működni, akár te is le fogod tudni cserélni az árat, akkor is, ha bénább vagy, mint én, mert én azért eléggé nem értek az ilyen dolgokhoz, pláne a zárcseréhez, de nekem is körülbelül 5 perc volt. Becsúsztattam a zárat a helyére, most már ott van, és semmi dolgunk nincsen, csak annyi, hogy ezt most már itt becsavarjuk, ezzel oda rögzítjük az árat, és mehet rá hátsó rész. Egyszerűen csak fogod, kicsavarod a régi hengerzárat a helyéről, és becsúsztatod a helyére az okoszárat. Visszacsavarod a rögzítőcsavarokat, és voilà! Már kész is vagy. Finomítani még lehet, hogy stabilan álljon a kis zár szerkezetünk azzal, hogy egyébként kapunk hozzá egy kétoldalú ragasztót, és azzal egy picit masszívabbá tehetjük a helyét az ajtón. De igazából ennyi. Ha esetleg attól féltek, hogy a méret vagy az ajtó vastagság nem stimmel, attól se kell megijedni. A zár állítható, van rajta mozgási lehetőség, nem is kicsi, bátran bele lehet ebbe is vágni. És a legjobb jósága, hogy bármilyen zárhoz jó, bármilyen hengerzárhoz jó, és meg fogod tudni csinálni egyedül otthon, szakember nélkül. Én nagyon imádom az okoszárakat, semmi pénzzel nem váltanék már vissza a hagyományos zára. Imádom, hogy szabad vagyok, és el tudok úgy otthonról jönni, hogy nincs nálam semmi táska, kulcs, csak egyszerűen az új lenyomatom, vagy a fejemben lévő kód, és zárom a lakást. És ha mondjuk sportolsz, vagy bringázni mész, vagy olyan helyre, ahova nem akarsz vinni cuccot, akkor sem kell aggódni, hogy úristen, hova rakja most a kulcscsomómat.
nézzük a nyitási módokat, hogy hogyan tudunk bejutni. Erre egészen pontosan négy fajta módunk is van. Az első, az az új lenyomatos belépési mód. Ez lesz a legegyszerűbb szerintem, ezt használjuk majd a legtöbbet. A másodlagos nyitási folyamat az, hogy random bekapcsoljuk és beütjük az akár 6 jegyű kódot is, és azzal szintén be tudunk jutni, illetve a harmadik bejutási módunk az az NFC lesz, ebből 3-at is mellékelnek egyébként hozzá, de 99-et is simán hozzáadhatsz, rendkívül bonyolult ezzel is a bejutás, a random gomb, ide érinted, és már nyitva is. A negyedik bejutási mód az pedig a mobillal fog történni, megnyitjuk a VLOG appot, és az applikáción belül fogjuk kinyitni a zárat magát, ilyenkor Bluetooth-on kapcsolódik a zárhoz. Zárójelben jegyzem meg, van egy ötödik mód is, egy ilyen safe mód, amikor mi távolról, az interneten keresztül csukjuk és nyitjuk a zárat. Sőt, nem csak mozgatni tudjuk az ajtózárat, tehát kibecsukni távolról, de tudunk hozzáférést is adni, akár ideigleneset, akár véglegeset is. Tehát mondjuk itt áll a takarítónő az ajtó előtt, aki először van nálunk, mi meg távolról a mobilunkkal megadunk neki egy ideiglenes belépési kódot, és bemegy. És aztán bezárja, amikor távozik. De ki is tudjuk neki egyébként nyitni távolra. Szóval a lehetőségek mondhatni végtelenek. Amúgy van lehetőségünk az appon kívül is hozzáadni új lenyomatot, számkódot, akár RFID kártyát is. Itt van hozzá a leírás. Ezt most mindjárt meg is tesszük. Most hozzáadjuk az RFID kártyákat. Legyen egy kis negatívum is, hogy mi az, ami nem tetszik a zárból. Hát először is mutatom, belül a belső csavarónál egy picit kilátszik a kulcsuk alul. Ha nagyon így alulról nézed a zárat, akkor látod a kulcsnak a helyét, vagy a régi zárnak a helyét, illetve az applikáción azért egy picit még fejlesztenék. Nagyon sokszor újra be kell jelentkezni, a random csinálja, van, hogy egy hónapig nem kell bejelentkezni, de van, hogy egy héten akár kétszer is újra kéri az applikáció, adja el szavunkat. Talán ez a maximum, amit el tudnék róla mondani, mint probléma, mert egyszerűen teszi a dolgát. Tökéletesen az elemek benne a gyártó szerint egy évig jók lesznek. Ezt alá tudom támasztani, hogyha naponta 3-4-szer csukod, zárod be, az mondjuk akkor ilyen 10 alkalom körülbelül, amíg működésbe hozod a zárat, úgy ez az egy év, ez reális. Ha ennél többször, akkor lehet, hogy csak 8 hónap, és akkor kell cserélned az akkumulátort benne. Ami egyébként egy sima 3A-s ceruza akkumulátor, és ebből kell 4 darab bele, egyel több, mint a régi VLOG zárakba. Ez a VLOG-nak egyébként a legjobb és a legkorszerűbb zárja is, és ez a legújabb is. Neked mi róla a véleményed? Tetszik ez a kulcsos megoldás? Most már érdemes lenne váltani rá? Ha igen, akkor írd meg kommentben. Egyébként az előző videók alatt a legtöbb komment pont erről szólt, hogy ők nem bíznak az okoszárakban, és amíg nincs hozzá kulcs, addig ez egy veszett fejsze. Írd meg a véleményedet, nagyon kíváncsi vagyok. Ha tetszett, akkor légy szíves like, vagy super like, vagy hype, bármi, amit tetszik. Illetve iratkozz fel, ha még nem tetted volna hasonló videókért. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, ciao mindenkinek!